Gecse Árpád festőművész neve elválaszthatatlanul összefonódik a jársággal, hiszen a tanulóévek kivételével élete majd 100 esztendejét szülőfalujában, Alattyánban töltötte. 1900. július 9-én a ma emlékházként látogatható épületben született, egy nemzedékek óta itt élő birtokos család sarjaként. A 20. századon átívelő életpályája mind emberileg, mind művészileg nagyon sok maradandót hagyott örökül falujára, a Jászföldre, sőt az egész országra. 1600 festmény, amelynek nagy része eladás vagy ajándékozás révén még életében gazdára talált, számos oltárkép, tucatnyi szobor, több száz grafika, plakettek, domborművek, rengeteg relikvia és megszámlálhatatlanul sok anekdóta őrzi emlékét. 5 éves korában elkezdett rajzolni, sőt még előtte is, és mindig lovakat rajzolt, és amikor jó sok rajza elkészült, olyan 20, azt mondta, hogy egy kiállítást csinál. És úgy csinálta a kiállítást, hogy szöveket vert a falba, ebbe a szép vadonatújonnan meszelt falba, és utána behívta a nagymamát, hogy gyönyörködjön benne, és majd nagy dicséretet fog kapni. Na hát a dicséretből nem lett semmi, mert jól elfenekelte, de nem tudta belőle kivenni a rajzkészséget, meg a rajztudást, meg a rajzszeretetet, és ő továbbra is festett, rajzolt, viszont ez volt az első és az utolsó kudarca. Bécsújhelyben járt 2 évet, gimnázium elvégzése után, 17-18-ban és 19-ben a Ludovika Akadémiára került, és mint huszáraltad meg perelt le, majd pedig akkor folytatta 20-tól 24-ig az ő kedvelt első eltervezését, és a képzőművészeti főiskolára járt 4 évig. A 1920-ban készítette el az első önarcképét, tulajdonképpen még nem volt főiskolás, és már akkor a kritika azt állapította meg, hogy még Vasarinak sem válna szégyenére. Tehát mire ő a főiskolára került, már tulajdonképpen egy olyan vadalany volt, akit szinte csak nemesíteni kellett. Már akkor rendelkezett azokkal a készségekkel, az előzetes időszakban, a gimnázium időszakában rengeteget rajzolt, azok a rajzok már nagyon tehetséges létről tanúskodtak, majd aztán Wiener Neustadt időszakában már kialakult a karakterizáló képessége, aztán a főiskolán, különösen a jászapáti nyári művésztelepen, ott Vágó Pál és a Bosznai István a főiskola tanára együttesen hozták azt létre, tehát ott is alakult a festészete és az festői arculata, és ez a főiskolának tovább teljesedett. Balló Ede és Rudnai Gyula voltak a mesterei. És 26-ban Olaszországban Vincenzo De Stefani professzornál tanult, bejárta Velencét, Rómát, Nápolyt, Caprit, és ott se feledkezett meg a jászukról, mert a jász újságban küldte el állandóan hetenként a szép leveleit. A jász olasz életről, életformáról, a gyönyörű tengerről, vidékről, ami olyan nagy hatással volt rá. Később, amikor a Szolnoki művésztelepre került 1926-ban, akkor ott már egy kicsit a plener is befolyásolta, és ott már a művészetében ez jelentkezett. Itt láttuk a képeit ezekből az időszakokból. Már életében is a jászság festőjének tartották, de nevezték a festő generálisának és huszárfestőnek is. Ám képei láttán és vidám történetei hallatán a fény, a mosoly és derű festője nevek is jól illenének rá.
Az első korszaka 1920 és 30 közötti időszak. Itt még a sötét tónusú képek, azok, amelyek jellemző rá, ezen drámai erőt kifejez ezzel. Aztán ő egy olyan típus volt, aki nem csak a főiskolai időszakban szedte magára, mint egy szivacs, magába szívta ezeket a hatásokat, a 19. századi magyar festészetnek a nyomait is magán viselik ez az időszak, de már akkor a plenár festészet színpompás világába is belekóstolt. Majd amikor 1930 után ide hazakerült Alattyánba, itt aztán végleg megszínesedett, kivilágosodtak a képei a jásztály hatására, pedig a pályatársak mind azt mondták, hogy ha ide te Alattyánba kimész, a magányba, a te pályát ketté törik. És nem tört ketté, sőt, itt teljesedett ki. Tehát engem, mint ugye nem művészt, de egészen más műszaki pályán dolgozott, pont ez fogott meg, hogy ha valaki ennyire ragaszkodik a szülőföldjéhez, ennyire szereti, az az ő művészetét is magasabb szintre tudja emelni.